a 7 belső kapu. Spirituális önismeret és önharmonizálás online alapkurzus. In memoriam második Erzsébet, magyar vonatkozásokkal. Bevallom, eredetileg nem állt szándékomban második Erzsébettel külön podcastban foglalkozni, de miután Liszkai Judit asztrológus megkért, hogy nézzek utána a nemrégiben elhunyt brit uralkodó élettörténetének, olyan dolgokra bukkantam, amit külön is szeretnék megosztani az érdeklődőkkel. Természetesen hamarosan számíthattok a Jucussal készített asztrológiai elemzésre is. De ezúttal hadd ragadjak ki néhány roppant elgondolkodtató részletet a néhai uralkodóval kapcsolatban. Hát ha, hozzám hasonlóan, te sem voltál teljesen képben minden most következő részlettel. Jól lehet, ezek az adatok teljesen nyilvánosak és bárki számára elérhetőek. Érdemes végighallgatni. Második Erzsébet, vagyis Erzsébet Alexandra Mária Londonban született 1926. április 21-én. Mint tudjátok, Balmorali kastélyában, Skóciában 2022. szeptember 8-án távozott az élők sorából. Az Egyesült Királyság királynője volt, és további 14 nemzetközösségi állam, valamint az anglikán egyház feje. 1952-től 2022-ben bekövetkezett haláláig töltötte be ezt a funkcióját vagy posztját. Élete során összesen 32 független állam uralkodója volt. Csak a rend kedvéért. Erzsébet 1926-ban született tehát York hercegének és hercegnéjének, a későbbi 6. György brit királynak és Erzsébet királynénak első szülött gyermekeként. Édesapja 1936-ban lépett a trónra, fivére 8. Eduárd király lemondását követően. Közfeladatok ellátására és az első hivatalos szerepléseire a II. Világháború alatt került sor. 1947-ben ment fejhez Philip Mountbatten, egykori görög és dán királyi herceghez, akivel házasságuk 73 évig tartott. Fülöp 2021-ben bekövetkezett haláláig. Kapcsolatukból 4 gyermek született. Utódja, 3. Károly király, valamint Anna királyi hercegnő, András yorki herceg és Eduard wessexi gróf. Amikor édesapja 1952. februárjában meghalt, az akkor 25 éves Erzsébet 7 nemzetközösségi ország királynője lett. Az Egyesült Királyságé, Kanadáé, Ausztráliáé, Új-Zélandé, Dél-Afrikáé, Pakisztáné és Ceyloné. Valamint ő volt a nemzetközösség feje. Alkotmányos uralkodóként beiktatása óta országa olyan jelentős politikai változásokat élt át, mint az észak-írországi konfliktus, az európai közösségekhez való csatlakozás, vagy éppen az Európai Unióból való kilépés. Címeinek száma folyamatosan változott az idők során, ahogyan birodalmának országai köztársasággá váltak. Második Erzsébet 2015. szeptember 9-én ükanyját, Viktória királynőt felülmúlva Egyesült Királyság leghosszabban, vagyis legtovább regnáló uralkodója lett. Második Erzsébet volt a második leghosszabb ideig regnáló uralkodó a világon, 25.782 nappal, míg őt csak 14. Lajos előzte meg 26.407 nappal. Egyúttal az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő monarchája.
Uralkodás alatt a brit királyi család számos válságot élt át, ám a monarchia intézményének támogatottsága és személyes népszerűsége folyamatosan magas tudott maradni. Kiegészítésképpen ide kívánkozik, hogy legalább egy tucat olyan uralkodót ismer a történelem, aki hosszabb ideig uralkodott, mint II. Erzsébet. A bökkenőit az, hogy ezeket nem fogadja el a hivatalos történelemtudomány. Példának okáért II. Pepi fáraó 94 évig uralkodott időszámításunk előtt a 23.-22. század folyamán. Na de térjünk vissza a királynőhöz. II. Erzsébet királynő a legtöbb különféle típusú postabélyegen, érmén és papírpénzen szereplő személy a történelemben. A királynő ereiben magyar vér is csörgedezett. Tudnélik, egyik ükanyja, nevezetesen Rédei Klaudia, magyar volt. Apai nagyanyjának apai nagyanyja volt Rédei Klaudia, erdélyi grófnő. Állítólag Rédei Klaudia magyar grófnő leszármazottjai a Vancsó család Magyarországon Miskolcon élt. Gróf Kisrédei, Rédei Klaudia Zsuzsanna 1812-ben született Erdőszentgyörgyön, és 1841-ben Pettauban hunyt el. Magyar grófnő volt, és házassága révén Teck hercegnéje, a mai Windsor uralkodóház egyik ősanyja, III. Károly, brit király szép anyja. A királynő fő rezidenciái, mint a Buckingham palota és a Windsori kastély, illetve a korona ékszerek is a rezidenciákban található műtárgyak, az erre a célra létrehozott alapítványok tulajdonában vannak. Ezzel szemben a skóciai Balmoral és Sandringham kastélyok a királynő személyes tulajdonát képezték. Az összesen 7,3 milliárd font értékűre becsült korona birtokokat a The Crown Estate kezeli, a királynő ezek felett sem rendelkezhetett személyesen, és a birtokokból származó jövedelmét be kellett szolgáltatnia a brit költségvetésnek. Uralkodása alatt 7 római pápa váltotta egymást, úgy mint 12. Pius, 23. János, 6. Pál, 1. János Pál, 2. János Pál, valamint 16. Benedek és Ferenc pápa, akik közül 5-tel személyesen is találkozott. Az anglikán egyház feje tehát találkozott a római katolikus egyház éppen aktuális vezetőjével. Ez is elgondolkoztató. II. Erzsébet uralkodása alatt 14 amerikai elnök követte egymást, Harry Trumantól Joe Bidenig, akik közül csak Lyndon Johnsonnal nem találkozott. Ami a címeit illeti, érdemes megjegyezni, hogy 1926 és 36 között ő királyi fensége, Yorki Erzsébet hercegnő volt a megszólítása. Majd 1936-tól 47-ig ő királyi fensége, Erzsébet királyi hercegnő volt a megszólítása, majd 47-től 52-ig ő királyi fensége, Erzsébet királyi hercegnő, Edinburgh hercegnéje, míg 1952-től egészen 2022. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig ő felsége a királynő. Különböző országaiban a királynőnek különböző címei vannak. Angliában a királyi címekről szóló 1953-as törvény alapján a címe a következő. II. Erzsébet, Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, más birodalmainak és területeinek királynője, a nemzetközösség feje, a hit védelmezője. A törvény feljogosítja a királynőt, hogy proklamációval olyan címeket és megszólítást vegyen fel, amilyet csak jónak lát. A többi országban általában hasonló címe van, az ország nevét helyettesítve az Egyesült Királyság helyére. Az anglikán egyház feje, a skót presbiteriánus egyház védelmezője volt. A fegyveres erők főparancsnoka is, de csak arra volt joga, hogy bejelentse a háborút, illetve hogy aláírja a békét. Ezen kívül számtalan civil szervezet, alapítvány és jótékonysági egyesület tiszteletbeli elnöke volt. Jogaival kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy mint uralkodó elméletben számos előjoggal rendelkezett.
A gyakorlatban azonban a miniszterelnök kijelölésén kívül kevés olyan alkalom volt a modern brit kormányban, ahol ezeket a jogait érvényesíthette volna. Az uralkodó teljes előjogainak listáját egyébként soha nem hozták nyilvánosságra. Azonban 2004-ben a kormány egy közleményében tisztázott néhányat. Ezek közül ízelítő gyanánt említek én is egyet-kettőt. Például saját döntése szerint kijelölheti a miniszterelnököt. Ezzel a jogával utoljára 1963-ban élt. Vagy elbocsáthatja a miniszterelnököt és a kormányát, vagy beidézheti és elnapolhatja a parlamentet, vagy parancsot adhat a fegyveres erőknek. Ugyanakkor kiadhat és visszavonhat útleveleket. Kinevezheti az anglikán egyház érsekeit és püspökeit. Uralkodói kegyelemben részesíthet bárkit. Elutasíthatja az uralkodói jóváhagyást. Vagy például békét írhat alá, és háborút jelenthet be. Ezek a jogok többnyire vészhelyzetekben gyakorolhatóak. Például egy alkotmányos válság ideje alatt, valamint fontos akkor is, ha nincs egy párt többségben a parlamentben. A királynő megítélésében általában nem is annyira a személye, hanem sokkal inkább a monarchia, mint intézmény elfogadása avagy elvetése áll. A Szigetországon 2007-ben végzett felmérések alapján 18 és 24 éves korosztályban végezték ezt a felmérést, a megkérdezettek 80%-a választaná a monarchiát a köztársaság helyett. A királyi család körüli botrányok komoly presztízsveszteséget jelentettek a korona számára. A királynő személyét a legélesebb kritikák Diana hercegnő és a trónörökös válása, illetve a hercegnő halála után érték. Többen a baleset kapcsán összeesküvésekről és gyilkosságról beszéltek. Ezek a vélemények később egyébként megváltoztak, hála az udvar médiapolitikájának. Ami a családját illeti, nem árt tudni, hogy apja Albert György, Yorki herceg, a későbbi 6. György, brit király, míg anyja Elizabeth Bowes Lyon, a későbbi Erzsébet anyakirályné volt, a skót arisztokrácia elitjéhez tartozó Strathmore és Kinghorn grófok leszármazottja egyébként. Húga Margit hercegnő 1930, illetve 2002 között élt, míg férje Fülöp edinburghi herceg 1921-2021 között élt, aki egyébként harmad unokatestvére. Gyerekkoráról csupán annyit, hogy 1926. április 21-én 2 óra 40 perckor született anyai nagyapja londoni házában, és a Buckingham palota magánkápolnájában keresztelték meg. Margit hercegnő, Erzsébet egyetlen testvére, 4 évvel volt fiatalabb nála. A két hercegnő otthon tanult, órarendjükben leginkább történelem, zene, irodalom, angol és francia nyelv szerepelt. Erzsébet egyébként nagyon szerette a lovakat és a kutyákat is. Később aztán jogot tanult, az Eton-i fiúiskola alelnökétől, és vallástörténelmet Canterbury érsekétől. Hogy vele egykorú lányokkal szocializálódhasson, létrehozták az első Buckingham palota lány cserkész csapatot. Majd kitűnő úszóvá vált, 13 évesen megnyerte a londoni fürdőklub bajnokságát. A világháború alatti évekkel kapcsolatban egy nagyon eklatáns példát hoznék fel. 1939. szeptemberében Anglia belépett a II. Világháborúba. London a bombatámadások egyik fő célpontja lett, ezért rengeteg londoni gyermeket evakuáltak. Emiatt Quintin McGarrel hogbáró azzal a javaslattal állt elő az uralkodó párnak, hogy vigyék a két hercegnőt Kanadába, ahol biztonságban vannak, vagy lesznek, a bombatámadások elől. Erzsébet királyné kijelentette, idézem, a gyerekek nem mennek nélkülem. Én nem megyek a király nélkül. A király pedig soha nem fog elmenni. Eddig az idézet. Következésképpen Erzsébet és Margit a Balmorali kastélyban maradtak egészen 1939 karácsonyáig, majd innen más és más helyre költöztek, de a legtöbb időt végül is a Windsori kastélyban töltötték. 1940-ben volt Erzsébet első rádió szereplése, melyben a városokból evakuált gyermekeknek üzent. 1944-től rendszeresen elkísérte a királyt és a királynét belföldi útjaikra.
Röviddel a 18. születésnapja után a parlament kinevezte állami tanácsosnak. Így apja távollétében elláthatta az államfői feladatokat. 1945. februárjától a brit hadsereg női haderejében szolgált, ahol sofőrnek és szerelőnek képezték ki. 5 hónap szolgálat után a kapitányi rang női megfelelőjével. Ha a kutyafuttában végig tekintünk az uralkodásán, ami azért nem kevesebb, mint 70 év, akkor a következőkre lehetünk figyelmesek. Az első évtizedből kiragadnám azt, hogy ekkoriban már 2 gyermek édesanyja volt. Királynőként körbeutazta a királyságot, majd látogatást tett Norvégiában, Svédországban, Portugáliában, Franciaországban, Hollandiában, Dániában és az Amerikai Egyesült Államokban is. 1952-ben mondta el első karácsonyi beszédét a rádióban, idővel pedig hagyománnyá vált, hogy a királynő karácsony első napján délután 3 órakor elmondja a karácsonyi üzenetét. A második évtizeddel kapcsolatban megemlíteném, hogy ez elsősorban az újítások jegyében telt. Ebből kiemelném, hogy a királyi család tagjainak élete iránti fokozódó érdeklődésre válaszként készült el 1969-ben az első dokumentumfilm, amely a királyi család életét mutatta be. Az érdeklődés jellemzi, hogy a filmet közel 30 millióan nézték meg. A film 1972 óta hivatalosan nem látható, mivel abban az időben túl tolakodónak tartották, ezért Erzsébet kérésére a Buckingham Palota visszahelyezte a filmet a királyi levéltárba. Azonban 2021-ben a filmet az interneten kiszivárogtatták, később aztán a BBC szerzőjogi követelése miatt levették a YouTube-ról, és igyekeznek azóta is minden weboldalról módszeresen eltávolítani. Látogatást tett a megosztott Berlinben is a királyné, és Nyugat-Németországban is. Megtekintette anno a berlini falat is, illetve 52 év után ő volt az első brit uralkodó, aki német földre lépett. Ugyanebből a korszakából kiemelném 1971-et, amikor a királynő fogadta Hirohito japán császárt, aki tudnélik, hogy a II. Világháború óta az első hivatalos látogatását a Szigetországba tette. A királyi család tagjai egyébként részt vettek a korábban a brit birodalomhoz tartozó országok függetlenné válási ünnepségein. Fontos esemény volt, amikor Károly herceget hivatalosan a trón örökösének nyilvánították, majd 1969-ben fölvehette a Wales hercege címet. A szertartást világszerte 200 millió ember követhette televízión. A harmadik évtizedére nagyon jellemző volt a következő néhány esemény. A 25 éves házassági évfordulóját a Westminster apátságban tartották. 1977-ben megszületett első unokája, Anna hercegnő kisfia, Peter Phillips. 1974-ben egy ausztráliai útját meg kellett szakítania, mivel rendkívüli válság alakult ki Angliában. Pontosabban itt ilyen választási problémák adódtak. A februári parlamenti választásokat követően ugyanis egyik pártnak sem lett abszolút többsége az alsóházban, de végül a konzervatívoknak és a liberálisoknak meg kellett valamilyen módon egyezniük egymással, és végül Harold Wilson miniszterelnök tért vissza a hatalomba. Az évtized folyamán a királynő fogadta az első női miniszterelnököt a Buckingham palotában, amikor Margaret Thatcher 1979-ben felváltotta James Callaghan-t. 1972-ben történelmi látogatást tett a kommunista Jugoszláviában, később pedig Hongkongba is ellátogatott. 1975-ben Hirohito császár vendége volt, az első brit uralkodóként 1979-ben a Közel-Keletre utazott, és 1980-ban meglátogatta II. János Pál pápát a Vatikánban. Ami II. Erzsébet uralkodásának 4. évtizedére jellemző, az nem más, mint 2 igen markáns konfliktus. 1982. áprilisában brit csapatokat küldtek a Falkland-szigetekhez, hogy visszafoglalják azokat Argentinától. Végül sikerrel jártak. A másik, az évtized jellemzőjeként felhozható esemény az az volt, amikor 1991. januárjában a Perzsa-öbölhöz vonultak a brit csapatok,
hogy koalíciós együttműködés keretében segítsenek kiűzni a megszálló iraki hadsereget Kuwaitból. Az évtizedben számos politikai és vallási akadályt sikerült ledönteni. Történelmet írtak 1982-ben is, amikor II. János Pál pápa Angliába látogatott. 450 éve ő volt az első pápa, aki a Szigetország földjére lépett. A királynő, az anglikán egyház feje, fogadta őt a Buckingham palotában. Ebben az időszakban született Károly herceg, két fia, és András herceg két leánya. 1986-ban a királynő 60. születésnapját Windsorban és Londonban ünnepelték meg. Majd következett az 5. évtized. A BBC bemutatta a királynő életéről szóló tévédokumentumfilmet. Több mint 25 országban sugározták a világban. A királynő olyan országokba látogatott el, ahová korábban nem gondolták volna lehetségesnek, például a keleti blokk korábbi országaiba. Így 1993-ban Magyarországra is. De említhettem volna Oroszországot, Lengyelországot, Csehországot, illetve azt az eseményt is, amikor Nelson Mandelával találkozott 1995-ben és 96-ban. Ez az évtized sok szomorúságot is hozott. 1992. november 20-án tűzütött ki a Windsor kastélyban, a restauráláshoz szükséges pénzt pedig nagyon nehezen tudták csak előteremteni, állítólag, ezért 1993-ban a királynő megengedte, hogy a nyár folyamán először nyissák meg a nyilvánosságnak a Buckingham palota egyes szobáit. Ez olyan gyakorlat, amit azóta is minden évben követnek. Diana hercegné halála 1997. augusztus 31-én következett be. Igazán nem rendítette meg a királyi családot, mivel ő egy évvel korábban elvált a trónörököstől. Ezzel együtt a királynő a hercegnő temetésének előestéjén nyilvánvalóan a közhangulatra való tekintettel mégis beszédet intézett a nemzethez, elismeréssel adózva a hercegné életének és munkájának. A királynőnek több alkalommal is nemzeti gyászt kellett elrendelnie. Így például az Egyesült Államokban elkövetett 2001. szeptember 11-i, valamint a Balin 2002. októberében történt terrorista támadást követően, ahol több brit és ausztrál állampolgár halt meg. Voltak persze boldogabb pillanatai is, mint amilyen például 1997. november 20-án történt, amikor a királynő és Fülöp herceg megünnepelte az arany lakodalmukat. A 6. évtized következik. Ez az időszak személyes szomorúságokkal kezdődött a királynő számára, mivel húga, Margit hercegnő 2002. február 9-én 71 évesen agyvérzésben elhunyt. Pár héttel később, március 30-án édesanyjuk Erzsébet anyakirálynő is meghalt, életének 102. életévében. 2002-ben ünnepelte II. Erzsébet trónra lépésének az 50. évfordulóját. Majd 2007. november 20-án a királyi pár 60. házassági évfordulóját, azaz Gyémánt lakodalmát ünnepelte. 2009-ben a Buckingham palota vendégeként fogadta Barack Obama amerikai elnököt és feleségét Michelle Obamát. 2011. április 29-én unokája Vilmos herceg összeházasodott Kate Middletonnal. Majd következett II. Erzsébet életének utolsó évtizede. Az 1976-os olimpia után, amelyet II. Erzsébet, mint Kanada királynője nyitott meg Montrealban, a 2012-es olimpiát Londonban is ő nyitotta meg, amellyel ő lett az első olyan államfő, aki két különböző országban két olimpiát nyitott meg. 2013. március 3-án a 7. Edward kórházban kezelték gyomor, illetve bélhurúttal, de másnap már visszatérhetett a Buckingham palotába. 2020. április 5-én a koronavírus járvány idején a királynő rendkívüli televíziós beszédet tartott. 2021. április 9-én férje, Fülöp, edinburghi herceg, elhunyt. 2021. őszén egészségügyi problémák miatt lemondott minden programot, rövid időre ekkor kórházba is került, majd 2022. februárjában elkapta a koronavírus, de párnapos gyengeség után újra
talpra állt, illetve munkába lendült. 2022-ben uralkodásának 70. évfordulóját, azaz a platina jubileumát ünnepelte. A jubileum alkalmából ünnepség sorozatot szerveztek. 2022. június 13-án ő lett a második leghosszabb ideig regnáló uralkodó, 70 év, 127 nappal. Összesen egyébként 70 évet, és még 214 napot uralkodott. 2022. szeptember 8-án a Balmorali kastélyban hunyt el 96 éves korában. Utolsó nyilvános megjelenése két nappal korábban, szeptember 6-án volt. A királynő ekkor nevezte ki miniszterelnökké Liz Truss-t. Szeptember 19-én kísérik utolsó útjára. Ami a politikai szerepét illeti, ma már az uralkodó szerepe inkább névlegesnek mondható, hiszen a kormányzat terhe a II. Erzsébetet uralkodójukként elismerő országok miniszterelnökei és parlamentjei között oszlik meg. II. Erzsébet a nemzetközösségi királyságok uralkodója volt, amelynek összlakossága 128 millió fő. Ez kiegészül további 37-tel, ahol nem Erzsébet a királynő. Ezek együtt a nemzetközösség tagjai. Uralkodás alatt a világ egyetlen olyan uralkodója volt, aki egyszerre több országnak is az államfője. A királynő nem vonható felelősségre tetteiért, hiszen az uralkodó nem tehet rosszat, és érinthetetlen. Ugyanakkor nincs szavazati joga, és nem léphet be a parlament alsóházába. Ez 1642 óta van így, amikor első Károly egy felfegyverzett járőrrel berontott az alsóházba, és letartóztatott 5 képviselőt. Ez indította el a polgárháborút. A II. Erzsébet, illetve egyes családtagjai köré szövődő összeesküvés elméletektől egyelőre a temetésig kegyeleti okokból eltekintünk. De hamarosan a David Icke teóriáival foglalkozó sorozatunkban terítékre fognak kerülni a Windsor-ház és a földön kívüliek között feltételezett, meglehetősen bajoslatú kapcsolatok is. Ez a műsorunk is elérhető lesz a YouTube csatornánkon. Köszönjük a figyelmeteket, boldog napot! A hét belső kapu. Spirituális önismeret és önharmonizálás online alapkurzus.